félig meddig rendhagyó beszélgetésre készülök most veletek. Ez egy díszlet volt, és mint az érettségén, én tételeket, témaköröket írtam össze, ti húztok belőle, és akkor szándékaim szerint ezekről fogunk majd beszélgetni. Gyorsan egy kérdés, ismeritek-e a Kőpapírolló című játékot? Igen. Gyorsan vállaltok egyet? Természetes. Gyorsan egyet mehet? Mehet. Akkor létszik. Egy, kettő, három. Még egy. Elkezdeném, mindjárt egy, kettő, három. Hát igazán teszem. Ott a győztes. Ott a győztes. Akkor te húzol először, csak azért, hogy... Pótétel. Ne töntsöm el. Tanár, esetleg pótétel, hogyha nem tudok. Pótétel, mi van? Zácsik. Zácsik, mutassuk meg a kamerának. Zácsik. Nem nagyon kell, gondolom, magyarázni, némi kiegészítés. Zácsik Szandra ugye hosszú idő után tagja a kereteteknek. Egyértelmű volt-e, hogy beválogatjátok? Pontosan mit vártok tőle? Megegyeztetek-e például benne? Kinek a javaslata volt? És a többi, és a többi. Elég sok témában hasonló a véleményünk elsőre, és ami nagyon fontos, hogy azért ne legyen mindig mindenben egy a véleményünk, de az Zácsik Szandra esetében szerintem mind a kettőnknek ugyanaz a gondolata jött, hogy az egészséges Zácsik Szandrára ennek a magyar válogatottnak szüksége van. Nyilvánvalóan a távoli zóna, középtávoli zónából szerintem Magyarországon ő az egyik, vagy talán az egyedüli, aki olyan szintű eredményesen tud kapura lőni, illetve veszélyt jelenteni. Arról nem beszélve, hogy neki kifejezetten jót tett a gyerek, illetve a gyerekek utáni visszatérés, és egészen olyan formában játszik most, hogy én azt gondolom, nem volt kérdéses, hogy neki. Ha valaki igazán jól ismeri Szandrát, akkor ez te vagy, Gábor. Igen, pluszban én decembert végig dolgoztam vele. Tehát ugye az MTK-val a közös, szokásos közös munkánk alatt napról napra fejlődött, napról napra vált dinamikusabbá, tehát tényleg nem volt kérdés. Itt azért a támadójátékon fogunk mi változtatni, és ezt alapvetően a Fradi támadójátékára fogjuk alapozni, ami azért a Zácsik Szandrának, Tomori Zsuzsinak semmilyen szinten nem lesz új. Igazából valahol ezért is vállaltuk el ezt a feladatot, mert ebben tudunk szerintem a legnagyobbat előrelépni itt a téli világversenyhez képest, és ebbe is kell véleményem szerint előrelépnünk. Így beszéltünk meg a Gábor, hogy miután a válogatott magját a Ferencvárosi játékosok adják, ezért tehát az Zácsik Szandrának a beépítése szerintem egyáltalán nem lesz nehéz feladat. Na, akkor menjünk tovább. Egy papír egyébként van előttem is, azért, hogy ezt semmiképpen ne húzzátok ki, mert ezt a legvégére. Az a Joker. Tartogatom. Az a Joker, így van. Te jössz, Gabi. Nyomás. Hát így próbáltam összefoglalni mindazt, ami mondanám, hogy rátok vár, de hát már tulajdonképpen már most megvan, és a következő 5,5-6 hétben meg még jobban meg lesz. Gondolkodtatok-e azon, hogy ezzel kapcsolatban hogy készítitek föl a csapatot, magatokat, hogy ezt elviseljétek, hogy ezt ne csak elviseljétek, hogy ez ne teher legyen, hanem hogy erre építeni is lehessen? Én azt gondolom, hogy mind a ketten azért jó pár éve elég nagy nyomás alatt dolgozunk a klubjainkba. Van tapasztalatunk, az is nagyon-nagyon fontos és lényeges lesz, és beszéltünk erről, hogy ez a valóban nagy tét ne nyomja agyon a játékosokat, hogy ezt hogy lehet levenni, kellően érzékeltetni, de hogy lehet levenni na, róluk. Hogy lehet ezt? Biztos nem úgy, hogy minden nap kétszer elmondjuk, hogy ez az olimpiai selejtező, ez milyen fontos, mert csak így lehet kijutni Japánba. Én azt gondolom, hogy meg kell találni azokat a szegmenseket, amiket inkább hangsúlyoznunk kell, amit tudnak arra építeni, azt a fajta felszabadultságot, játékot, amellett, hogy nyilvánvalóan azért mindenki tisztában van abban, hogy talán élete lehetősége lesz. Jó, de arra is kíváncsi lennék, hogy a pszichés felkészítést azt ti ketten magatok vállaljátok, vagy esetleg bevontok harmadik, negyedik embert, szakembert, ad abszurdum. Természetesen, tehát bevontunk szakembert, dr. Balogh Lászlót a stábba. Nyilván most megfigyelői státuszba, de elsősorban nem is, tehát ezt a pszichológust ezt hagyjuk, mert nem lelki beteg emberekről beszélgettünk, hanem a mentális felkészítésbe kell, hogy nekünk segítséget nyújtson, és nem is nekünk, hanem a játékosoknak. Ugye, tehát nagyon jól mondtad, meg le is volt írva a nyomás, tehát ezt biztos, hogy minden egyén másképp kezeli. És azért itt tele vagyunk mi, hát hogy csak azt nézzük, hogy pillanatnyi keretben 7 junior világbajnok
játékos van, tehát nagyon-nagyon sok fiatalunk van, akiknek biztos, hogy szükség lesz erre a segítségre, ha igényli. És itt ez lesz a kulcsmondat, tehát, hogy rátelepedni nem szeretnénk, hogy bárki is rátelepedni a játékosokra, de hogyha segítség kell, akkor van, tehát ott van rá lehetőség, és ő már azért valamilyen szinten felkészült is, tehát azokban a dolgokban, amiket így külsőleg össze lehetett szedni információt ezekről a játékosokról, azt nagyon-nagyon felkészülten érkezett már most meg. Tökéletes. Főnök. Van főnök, vagy nincs főnök? Hát szerintem mindkettőnk felesége. Ők a nagyfőnök. Ők a nagyfőnök. Igen. Úgy kell elképzelni nyilvánvalóan, hogy én azt mondom a Gábornak, hogy menj te. Legközelebb meg azt mondja, hogy menjek én. De szóval egymás mellé rendelt, tehát nincs az, hogy abszolút mellé rendelt. Abszolút. Abszolút. Neked van ebben gyakorlatod Ambrose Martinnal? És egy nagyszerű tapasztalatom van vele. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó tapasztalatom van vele. Nagyon-nagyon korrekt volt. Mai napig nagyon korrekt a viszonyunk. Ugye a Gábor az többet dolgozott vele, de én is azt mondhatom, hogy tehát egy komoly kapcsolat és egy barátság alakult ki alatt az időszak alatt. A Gábor azért rendkívül régen ismerjük egymást. Én azt gondolom, hogy letettük ennek az egész közös munkának az alapelveit. És ez az őszinteség talán a kulcsmondat ebbe. És biztos vagyok benne, hogy ha lesz is köztünk nézetkülönbség, nézeteltérés egész biztos nem lesz, de nézetkülönbség, mi kifelé borzasztóan egységesek leszünk, igen. És a kifelé nem elsősorban felétek gondolom, hanem a csapat felé. Há, igen, ezt akartam igen. Mondani, hogy talán az meg ennél egyen fontosabb. Jó, látod, igen, fontosabb. Oké, okay, menjünk tovább. Jövök? Igen. Hát látszik, de ezt nem tudom, hogy csinálni. Ez a tiéd. Munkamegosztás. Na hát ez lett volna az, amit ugye kézenfekvő adja magát, mert elég sokan alkalmazzák, hogy támadás védekezés, de nem tudom, hogy ti emellett tettétek el a voksotokat. Tehát teljesen logikus és kézenfekvő volt, mivel a Ferencváros, a MAG, a támadójáték, hogy a Gábor lesz a támadásért felelős, én a védekezésért felelős, és egyébként szerintem, ha ez fordítva lett volna, ő ugyanígy belement ebbe, mert mindketten azt nézzük, és ez a leglényegesebb talán visszacsatolva itt az előtt, hogy tudjuk ezt a helyzetet megoldani. És mindenki azon van, hogy adott esetben egy picit enged magából, vagy nem csinál belőle, nem, hogy problémát, még presztízs se. Mindenki azt nézi, hogy tudunk előre menni. Talán egy mondatot szűnék bele. Tehát amit mi megbeszéltünk magunk között itt az őszinteségen túl, az a nem önmagunkért vagyunk itt. Így van. Tehát mi szolgálni jöttünk ide, segíteni jöttünk ide, és nem önmagunkat megvalósítani jöttünk ide. És mi vagyunk a csapatért, és nem mi értünk. Ez nagyon fontos, és ezt tényleg így gondoljuk. Azt hiszem, ez kimerítő volt. Időkérés. Igen. Azért nem tudom, nyilván láttátok a férfi Európa-bajnokság meccseit. Ha volt néha egy pici döccenő ebben a Csema, Nagy Laci, Gulyás hármasban, akkor az időkérés volt, hogy nem annyira éreztük, hogy pontosan ki kér időt, mikor kér időt, ti ezt meg fogjátok előre beszélni, hogy melyik kötök kér időt, és ki kell lekérni a másik véleményét. Nekem ebbe tapasztalatom van, és én azt gondolom, hogy ez egy jó tapasztalat, hogy az Ambrossal soha nem kértünk úgy időt, hogy nem beszéltük volna. Időt, meg... Az is egy megoldás egyébként. Bár úgy lenne. Egy sztori jutott eszembe, de ugye Németh András a Hipónál eltöltött időszakára az egyik legbüszkébb része az, hogy osztrák bajnoki mérkőzésen 4 év alatt egy időt nem kért. Azért mondom, hogy bárcsak így lenne. Azt mondom, hogy kikér időt. Én azt gondolom, megbeszélés tárgya, és az lesz. És az is biztos, hogy nem fogunk egymás szavába vágni. Tehát, hogy rend lesz, és hogy... És nem lesz furcsa, hogy magyarul kell beszélni majd az időkérések? Erre mostanában nem nagyon volt. Erre mostanában nem nagyon. Ővön alulnak érzem, és kikérem a nevébe. megoldom, azt gondolom, ezt a feladatot. Jó. És akkor az utolsó. Előtti. Én vagyok? Igen. Görbic Anita. Talán ezt sem kell túlmagyarázni. A kívülálló számára váratlan módon tagja lett az edzői stábotoknak. Ezt légy szíves, magyarázzátok el. Ki javasolta, kinek az ötlete volt, mit fog pontosan Anita csinálni, leül-e a padra, hú, itt nagyon sok kérdés van.
Mindenbe beleszólása van, mindenbe kikérjük a véleményét, és azért egy van, amit tudni kell, hogy a játékosok borzasztóan felnézzek rá és tisztelik. És nekünk ez nagyon-nagyon fontos az, hogy ő még ugye a pályán van, őt még a legfiatalabbak is példaképként látják. Hát sokan itt biztos, rajta lőttek fele így van, a így csapatból, van, azt így hiszem. Van, így van, így van. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy ugye itt azzal kezdtük, hogy nyomás talán az első. Tehát ő neki az biztos, hogy nagyon fontos szerepe lesz az, hogy levegye ezt a nyomást ezekről a fiatal játékosokról a Balog László mellett. Leül a padra? Leül a padra. Elmondja a tapasztalatait, a meglátásait, és egyáltalán a jelenlétével segít. A padon is, meg a mindennapjainkban is. Egyébként már kérdeztem, hogy meccs alatt. Meccs alatt is. Jó, igen. És a Görbic Anita jelen pillanatban például Győrbe folyamatosan az irányítóknak tanácsot ad, ami nagyon-nagyon jó. Hát ha valaki adhat, azt hiszem, akkor az... És te ötleted volt egyébként, Anita? Ez én azt gondolom, hogy ez is egyik közös, tehát egymástól függetlenül mondtuk ezt úgy ki, hogy egyikünkben nem volt két hely. Nem, de ugye amikor előzetesen beszéltünk, tárgyaltunk Katival, akkor ezek akkor ezek a beszélgetések ugye úgy zajlottak, hogy a Kati Gáborral, utána velem, vagy teljesen mindegy a sorrendiségben, de nem voltunk együtt jelen. És hát nagyon-nagyon sok dologban egymástól függetlenül ugyanaz volt a véleményünk, többek között Görbic Anitában is. Szerintetek mi van az utolsó cetlire írva? Tokió. Na majdnem. Olimpia. Ugye itt nem kisebb a tét, mint az olimpián való részvétel. Ne rakjál nyomást ránk. Nem. A kérdésem sokkal inkább úgy szól, hogy amennyiben sikeres lesz a küldetés, és nagyon bízunk benne, hogy az lesz, akkor ez magától értetődő, hogy ti viszitek tovább. Amennyiben sikeres lesz a küldetés, akkor utána leülünk, és ezt meg fogjuk beszélni. Addig én erről semmilyen kinyilatkoztatást nem szívesen tennék, mert egyőre ez a feladat, ezt kell megcsinálni. Igen, én is azt gondolom, amikor elértünk oda, akkor beszéljünk róla. Legyen úgy, hogy erről tudunk beszélni. Így van, még egy kellemes gond legyen az életünkben, mert azért ne felejtsük el, hogy a Tokiói olimpia ideje és azért a klubjaink kezdése, felkészülése azért az se egyszerű, amellett, hogy nyilvánvalóan a Gáboron, meg rajtam kívül ezt kevesen akarják jobban.